Sziasztok, Föld, mi vagyok, és a mai videóban beszélni fogunk egy kicsit a K-pop világnak a felépítéséről, pontosabban magukról, a lemezkiadókról. Ugyebár ahhoz, hogy egy sztár elindulhasson a zenei karrierjében, szüksége van egy támogatóra, egy lemezkiadóra, aki majd a dalait kiadja, őt szponzorizálja, tanítja, blablabla, stb. Éppen ezért a Koreában ahhoz, hogy valaki sztár legyen, nagyon fontos, hogy találjon magának egy jó lemezkiadót. Lemezkiadó rengeteg van Koreában, ami nagyon nagy pozitívum ellenben a mi hazánkhoz képest, ahol nagyon csekélyek a lemezkiadóknak a számai, és igazából vagy ez van, vagy semmi címen, itt nincsenek olyan lehetőségei az énekeseknek, mint mondjuk Koreában. Természetesebben minél híresebb egy lemezkiadó, annál nagyobb a valószínűség, hogy nagyobb pénzt is kereshet ott az ember, éppen ezért mindig a nagyobbakra próbálnak utazni a debütálandó sztárok. A három legnagyobb lemezkiadó pedig az SM, a YG és a JYP Entertainment, ugyanis a lemezkiadóknak entertainmentnek is nevezzik, már csak azért, hogyha valaki nem érteni magát ezt a kifejezést. Mindhárom lemezkiadó remek énekesekkel és bandákkal van felfegyverezve, lássuk egyenként, hogy ki kivel is. Az SM Entertainment mondható a legnagyobb lemezkiadónak egész Koreában, nagyon-nagyon híres énekeseik vannak és nagyon-nagyon sok bandája is van. Éppen emiatt sok kritikus azt is mondja, hogy túl sok bandája van az SM Entertainmentnek, nem tud elég időt fektetni egyenként a bandáiba. Van, akiket felkap egy kicsit, a többieket elhanyagolja, és az elhanyagolt bandák pedig nem kapnak olyan jó zenéket, mint más bandák. De eztől tekintsünk el, lássuk azt, hogy kik is vannak ebben a lemezkiadóban. Itt találhatjuk meg BoA-t, az énekesnőt, a Super Junior-t, a Girls Generation-t, a SHINee-t, az FX-et, a Red Velvet-et, az NCT-t, az EXO-t és még a SES-t is. Természetesen még sok más énekest és bandát is találhatunk itt. Ezek a főbb énekesek, akikről jó, hogyha tud az ember, hogyha SM Entertainment, akkor ők benne vannak. Ezek közül valószínűleg ismersz is néhányat. Következő, akiről beszélni fogunk, az a YG Entertainment. Többi entertainment nagyon irigyeli ezt az entertainmentet, ugyanis van egy ilyen sztereotípia, miszerint a YG-nak nagyon jó érzéke van az igazi tehetségekhez. Maga az SM is egy kicsit irigyeli emiatt őket, holott neki sokkal több sztárja van, de azt mondja, hogy szeretné azért néhány sztárt a YG-ból is. Egyébként ezt nem kell teljes mértékben komolyan gondolni, ez lehet, hogy csak egy szófordulat vagy egy viccfordulat is, amit ott szeretnek Koreában elsütni általában. De tény is való, hogy a YG is remek bandákkal büszkélkedhet. Olyanokkal, mint például a Big Bang, a Winner, Psy énekes, Akmu, Duo, Leehee, Epic High, Icon vagy a Blackpink. Egyébként is sokan mások is, de ők a híresebbjei, és a YG Entertainment zászlós hajói. Menjünk is tovább a harmadik lemez kiadóra, ami nem más lesz, mint a JYP Entertainment. JYP Entertainmentnek is vannak sztereotípiáik, méghozzá az, hogy akár a semmiből is, meg a tehetségtelenekből is pénzt tud csinálni. Ez szerintem egy elég durva sztereotípia, ugyanis nem hinném, hogy a JYP Entertainmentben kevésbé tehetségesebb énekesek lennének, mint máshol. JYP-nak is nagyon sok híres bandája és énekese van, olyanok, mint a Twice, a Day6, 2PM, GOT7, Stray Kids, vagy Suzy szóló énekes. Nos, ezekről is van olyan, akiről szerintem már hallottál, ők a JYP Entertainmenthez tartoznak. Másik lemezkiadó, akiről beszélni fogunk, az a Big Hit Entertainment, ők egy kisebb entertainmentnek számító entertainment, ugyanis nem vonultatnak fel olyan sok bandát és annyi sztárt, mint az előző entertainmentek, de viszont van egy bandájuk, aki rengeteg bevételt hoz nekik, ami miatt a legtöbb nagy lemezkiadó és minden más lemezkiadó irigy rájuk, az pedig nem más, mint a BTS. Egyébként náluk található még a HOME nevű fiú banda is. A következő lemezkiadó, akiről beszélni fogunk, az a Cube Entertainment lesz. Nos, nekik eléggé rosszul mentek az utóbbi idők, ugyanis két nagyobb bandától is meg kellett szabaduljanak, akik eddig nagyon sok pénzt hoztak nekik, de még mindig fenn vannak, még mindig aktívak, és igyekeznek magukat megújítani. Énekesei közé tartoznak Hyuna szóló énekes, a Beat Up fiú banda, a CLC Line banda, és a Pentagon fiú banda, és még mások is. Valószínűleg fognak hamarabb újabb bandákat is debütáltatni, a régi nagyobb bandáknak az ürességét igyekeznek minél jobban pótolni. A következő lemezkiadó, akiről még beszélni fogunk, az a Starship Entertainment lesz. Olyan híres énekeseket és bandákat vonultat fel, mint a KBL szóló énekes, Boyfriend fiú banda, Cosmic Girls Line banda és a Monsta X nevű fiú banda. Starshipnek is megvan a helye azért a legjobbak között, és szerintem joggal. A következő lemezkiadó, akiről beszélni fogunk, az nem más lesz, mint a Pledis Entertainment. Pledis Entertainmentben is nagyon híres énekesek vannak, személy szerint is vannak nagyon sok kedvenceim közülük. Ilyenek, mint például az After School Line banda, vagyis Orange Caramel Subunit Line banda, Newest, Seventeen és a Pristine.
Ha még nem hallottál volna róluk, nézz utána ezeknek a bandáknak, mert igazán megéri. Következő lemezkiadó, akiről beszélni fogunk, az nem más lesz, mint a Wolin Entertainment. Wolin Entertainmentben van az Infinite Fiú banda, a Lovely's Line banda és a Golden Shield nem régen debütált új banda. A végére pedig tartogattam egy igazán kemény lemezkiadót is, nem más, mint az FNC Entertainmentet. Ebbe a lemezkiadóba tartozik az FT Island, a CM Blue, az AOA, az N-Flying, az SF9 vagy a Haneist. Felsoroltak közül mind jó lemezkiadó, és szerintem mindegyiknél viszonylag elég tűrhető a fizetés is. Kisebb lemezkiadóknál nem garantált az, hogy a debütált sztár az meg fogja keresni azt a pénzt, amit el is várt, mondjuk. Igyekeztem összeszedni a nagyobb lemezkiadókat, és valamilyen szinten az én kedvenceimet is. Ezeken kívül van még sok nagyon jó más lemezkiadó is, mint a Jellyfish és hasonlók. Szóval, hogyha érdekel ez a téma, nyugodtan keres rá az interneten. Lent a leírásba hagyok egy olyan listát, amin rajta van az összes lemezkiadó Koreából, és még ott sem egészhetsz abból, hogy melyik banda hova is tartozik pontosan. Írjátok meg kommentbe, hogy nektek személy szerint melyik a kedvenc lemezkiadótok, és miért. Beszéljük meg ezt a témát, igazak-e a sztereotípiák, vagy szerintetek melyik az a lemezkiadó, ami esetleg még helyet kaphatott volna ezen a listán. Tárgyaljuk ezt meg a komment szekcióban, és én pedig hamarosan jövök nektek újabb videókkal. Főadmin voltam, hallgassatok minél több K-popot, ez nem parancs volt, hanem utasítás. Jó van, csak hogyha szeretnétek, szóval szeretnétek, ugye? És legyen nagyon szép napotok, sziasztok!